több fegyvert küldenének Ukrajnába a NATO országok, főleg erről tárgyaltak a Katonai Szövetség védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozásán szerdán. Néhány tagállam légvédelmi rendszereket is szállítana, miután Oroszország civil célpontokra is rakétacsapást mért a hét elején. A Berlin által küldött légvédelmi rendszer már meg is érkezett Ukrajnába. A Katonai Szövetség főtitkára a nukleáris fenyegetésről is beszélt. Világosan tudtára adtuk Oroszországnak azt, hogy ennek komoly következményei lesznek, mondta a NATO főtitkára. Oroszország is tudja, hogy egy nukleáris háborút nem lehet megnyerni, ezért nem is szabad elkezdeni. De természetesen figyeljük az atomlétesítményeket. Eddig nem találtunk változást az atomfegyvereket illetően, de éberek maradunk. A csúcs találkozón arról is tárgyalnak, hogyan pótolják a tagállamok fegyverkészleteiket az Ukrajnának nyújtott támogatás után. A NATO felszólította Belaruszt, hogy ne legyen Oroszország cinkosa a hadműveletekben. A belorusz elnök ugyanis a hét elején bejelentette, hogy több ezer orosz katonát fogadnak hadgyakorlatra.